Szívesen énekelték közösen a Planéta Pajti indulóját a 7 pettyes óvodába járó gyerekek. A környezettudatosságra való nevelés azonban ebben az intézményben sokkal többet jelent. Így lesz a kis csapatból a saját. A földnapjához kapcsolódva mesét is adtak elő az ovisok. Ez most egy különleges nap az intézményben, de az egész nevelési évben nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatosságra való nevelésre, így a gyerekek az alapvető szabályokkal tisztában vannak. Nem szemetelünk. És még? Meg nem pazarlunk, és nem veszünk sok nylonzacskós bidókat. A földnapjához kapcsolódó egésznapos programon olyan játékokon vehetnek részt a kicsik, melyek mindegyike a fenntarthatósághoz kapcsolódik. Az udvaron fókuszba kerültek az állatok és a növények, valamint a víz is. Lesznek különböző játékpontok, 9 játékponttal készültünk a gyerekek számára, lesznek ilyen vizes játékok, lesz faölelős játék, faismerkedős játék, amiben meg tudják nézni a fafajtákat, hogy milyen különböző fákat ismernek. Azon kívül lesz még itt bent is alkotás majd délután a nap folyamán. A középsős és nagycsoportos óvodások minden héten részt vehetnek a Planéta Pajtis programokon. Ezek a foglalkozások is a környezettudatossághoz kapcsolódnak, és játékkal nevelik a gyerekeket.